November 4-e óta országszerte ingyenes a parkolás. Az autósok egyfelől örülnek a tavasz után újra bevezetett intézkedésnek, hiszen jelentős összegeket spórolhatnak meg, másrészt azonban sokaknak okoz bosszúságot a mentesség. A helyzet ugyanaz, mint a járvány első hulláma idején, minden parkoló telített reggeltől estig, több járművezető pedig olyan helyeken is megáll, ahol ezt nem is tehetné, például mert tábla tiltja, vagy mert zöld terület. A nyíregyházi parkolást kezelő cégnek jelenleg nincs túl sok eszköze a szabálytalan autósokkal szemben, és ez várhatóan így is marad február elejéig, vagy ameddig a veszélyhelyzet tart. Nyilván az lenne a szerencsés, ha mindenki betartaná a közlekedési szabályokat, és olyan helyen nem állna meg, ahol nem lehet, mert azzal lehetne csökkenteni a tumultust a városban. Mi bízunk benne nyilván, hogy ezt nem fogják meg hosszabbítani február elején, mert ez nem csak Nyíregyházán, hanem országos szinten mindenhol probléma. Egyrészt bevételkiesés szempontjából is, másrészt a közlekedés szervezése és folytonossága szempontjából is, mivel a kedves autósok ugye reggel leparkolnak, ott, amikor végeztek este a munkával, akkor mennek el, nincsen szabad parkolóhely, nem tudnak forogni az autók, és mindenki találkozott már ezzel szerintem, hogy 15-20-25 percet kell körözni a városban, hogy találjon egy parkolóhelyet. Aki megszegi a szabályokat és tilosban parkol, komoly büntetésre számíthat. Ezekben az ügyekben a közterület felügyelet és a rendőrség illetékes eljárni. Aki azonban jó helyen teszi le a kocsiját és megszokásból még fizetne is a parkolásért, nem kell félnie attól, hogy feleslegesen ad ki pénzt, nem tudja ugyanis elindítani a mobil parkolást. A szolgáltatást leállították, sőt az automatákat is lezárták a városban. Így a járvány idején a közlekedés biztonság javítását célzó intézkedések sem álltak le Nyíregyházán. Jelen pillanatban három helyszínen folyik okos zebra kialakítása a városban. A Kálói Zimony utca csomópontjában, a Sóstói Stadion utca, Krúdi Gyula kereszteződésében, illetve a Sóstói út Etelköz csomópontjában. Ezek az okos zebrák a Magyar Közút Nonprofit ZRT beruházásában készülnek jelen pillanatban. Előzetesen egyeztetett az önkormányzat a Magyar Közúttal, és közösen került kijelölésre a helyszín. A cél, hogy a jövőben újabb okos zebrákat létesítsenek a megyeszékhelyen. Az első ilyet egyébként 2018. decemberében alakították ki, azóta pedig már mintegy 200 másikat, jellemzően olyan helyeken, ahol sok volt a gyalogos elütéssel járó baleset. Az eddigi tapasztalatok pozitívak az intelligens rendszerrel kapcsolatban, amely főleg a reggeli és a délutáni szürkületben jelent segítséget a közlekedőknek, amikor a közvilágítás még nem megy, vagy már ki van kapcsolva. Az autósoknak a burkolatba beépített prizmák villogása jelzi, hogy jobban oda kell figyelniük a zebrához érve, a gyalogosok pedig biztonságosabban tudnak átkelni az úttesten a rendszernek köszönhetően.